Idén április végén történt az első halálos motoros baleset Tolna megyében. Egy motoros Nagydorog irányába tartott, egy kanyarban azonban letért a menetirány szerinti jobboldali útpatkára, majd onnan egy fásrészre hajtott, ahol elesett. A motoros másnap a kórházban belehalt sérüléseibe. Tavaly pedig Zombán halt meg egy 49 éves szekszárdi motoros a 65-ös úton. A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy több autót is megelőzött egy keréken haladva az emelkedő úton, és elvesztette az uralmát a jármű felett. Nyáron megszaporodnak a motoros balesetek. A rendőrségnek az a tapasztalata, ha beköszönt a jó idő, a közlekedők mintha elfelejtenék a télen berögződött óvatos sebességválasztást. Lendületesebben nagyobb sebességgel közlekednek, és gyakran a KRESZ szabályokat is figyelmen kívül hagyják. Elfeledkeznek arról, különösen a könnyű és erős járműben ülők, hogy őket nem védi a karosszéria. Legjellemzőbb szabálysértésük az a gyorshajtás, illetve előfordul olyan is, amikor a motoros úgy akar a közlekedésbe részt venni, és kibújni az esetleges rendőri ellenőrzés alól, hogy a motornak a rendszámát leveszi vagy felhajtja, illetve nagyon sok esetben történik meg az, hogy záróvonalon, forgalom elől elzárt területen hajtják végre az előzést. Az autósok annyit tehetnek a balesetek elkerülése érdekében, hogy gyakrabban figyelik a visszapillantó tükrüket, és ha a motorosok haladnak mögöttük, akkor jobbra húzódnak, így segítve az előzésüket. Tavaly egyébként 28 sérüléses és 2 halálos baleset történt Tolna megyében, amikben motorosok voltak érintettek. 2020-ban eddig 7 motoros baleset történt.